Gömör Péter fala egy kis ékszerdoboz a barkóság szívében. Jelenleg 192 túlnyomó részt magyar anyanyelvű lakosa van. A községet 1244-ben említik először Petri néven. Itt született Tőzsér Árpád, szlovákiai magyar költő, műfordító, irodalomtörténész, publicista. Az ő gondolatait őrzi a helyi ivókút emléktáblája is. Valamikor réges-régen úgy tartja a névhagyomány, hogy ide egy aranyalma esett le, és az aranyalma, ahová leesett, ott fakadt föl a víz. És emellé, a víz forrás mellé települtek az emberek. Mivel egyre több a turista, a forrás helyet felújították, pihenőrészt alakítottak ki, ahol az ideérkezők kicsit felfrissíthetik magukat. A forrástól nem messze magasodik a katolikus templom, mely 1929-30-ban közodakozásból épült. Az elmúlt években külső felújításon és tetőcserén esett át. A fajtalmas oltárnak a szobra az hagyomány szerint a régi templomból került ide, ez több száz éves erekje, és meg kell mondani, hogy utóbbi években hozzáfogtunk a ablakoknak a kicserélésére, új ólomüveg ablakok kerültek behelyezésre, egyelőre Szent Istváni családja, valamint Szent László ablakok. Ezt egy művész házaspár Matt István és Lantos Györgyi készítette nekünk, és az adományozó minden ablak esetében a testvérközségünk DETK, Gyöngyös mellett található község, és nekem polgármestere Pelle Sándor, őket illeti a köszönet. De a templom éke a Szent Korona mása is, amely a múlt évben a Szent László emlékét kapcsán került Péter falára. A község egykori Árpádkori templomát a 13. században építették, mely a maga korában az egyik legszebb téglaépület volt a mai Szlovákia területén. Hasonló, ami megmaradt, a Süvetei Rotunda. A hagyomány szerint a tatárok elől menekülő IV. Béla ide tért be kíséretével, s imádkozott országa megmeneküléséért. Az egykori templom helyén maravatalozó áll. Péter fala bár kicsiny falu, történelmi értékeinek köszönhetően mégis kimagasló. Az itt élők büszkék múltjukra, magyarságukra. Erről számos emlékmű árulkodik. Az első és második világháborús emlékmű mellett megtalálható az 1848-as hősök emlékére állított emlékmű is, amelyen pontosan fel van tüntetve, hogy kik harcoltak a szabadságharcban. A gyönyörű székelykapu a többi famunkával együtt pedig Bot László erdélyi fafaragó alkotása. Aki elfelejti a múltját, annak nincs jövője. Mi megpróbálunk ezt szerint élni. A rovasra ki van írva a falu neve, és ki vannak írva újabban az utcanevek is. A község vezetésének a település szépítésén túl tervei vannak még az ősi templommal is. Szeretnék láthatóvá tenni a régi alapokat, hogy azzal is több látnivalóval szolgáljanak az ideérkezőknek, és erősítsék a helyiek lokálpatriotizmusát.